Halihó, még mindig itt vagyunk Dunakeszin, és mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy hol van az a sok kis, amit szerelne. Megkerültük a járműjavító telepet, a semmi közepén, egy ilyen földúton bejöttünk ide a Gabival, és nézzétek meg, hogy miket találtunk. Mindenhol kis betétkocsi, vezérlőkocsik, ott egy lefóliázott vezérlőkocsi, betétkocsi, jó kis húgyos, BY, itt is egy lefóliázott betétkocsi, de tovább megyünk, kiszek nyomában, videó címe szerintem az lesz. Azt a kéket nem tudom, hogy mi lehet, mert az is vendégvázon van, valami kék vas szerkezet. Lehet, hogy kocsit mozgatnak, ja, vagy ez? Én nem. Igen, lehet, hogy kasznit mozgatnak, vagy nem. Ez lenne még a nagy szám, hogyha kaffot is látnánk. Azt szerintem azok csarnokban vannak benne, de hát nem tudjuk, hogy tovább megyünk, ott mit látunk még. Jó lenne még valamit még mennyi találni. Azért nem mindennapi, hogy így megörökítünk ilyen félkész motorvonatokat. Még sokkal jobb lenne, ha kamerám lenne, mert ezzel a zoomolás azért nem olyan, mint egy jó kis kamerával. De megyünk tovább, és hogyha bármi értékelhetőt látunk, akkor jelentkezünk. De megmutatnám nektek, hogy mi, milyen úton jöttünk. Nézzétek meg, milyen erdő van. Ott van a vasútvonal. Ott áll a tátos paripa. És mindjárt megmutatom nektek az utat, ami hát nem túl rózsás. Gabi fogta a fejét, hogy szegény autó. Mondtam neki, Gabi, mindent a videóért. És ez így is van. Két Balatonon is átjöttünk, ott hátrébb látható. Eléggé nagy tócsa. A szélén egy jó nagy féltéglával, Gellért hegyel, csak kimondom, csak kiköpöm a szalat. Na és akkor így fest az út. Járhatatlan, de mi bejárjuk. És akkor megyünk tovább, kiszek nyomában. Na, mindjárt jövünk a következő snittel. Gozdos állítom most. Ez a Dunakeszi járműtónak az egyik nagy csarnok, ahol szerelik össze a vonatokat. Ez a sárga szerkezet, ez egy tolópad, amelyik teljesen átmegy oda hátra az összekötő vágányokig, és ott hátul is van egy kis az épület mellett. Úgyhogy igazából ez még csak a hátulja, tehát még nagyon messze van az a lények, itt egy nagyon nagy területet lehet elképzelni. Nagyjából itt körülbelül ennyit lehet látni belőle, amit most így megmutatok erről a pontról. De megyünk tovább az autó, és meglátjuk, hogy onnan még látunk-e valami érdekes dolgot. Na, még ezeket tudom nektek így megmutogatni, hogy ott állnak az IC-kocsik, ott arra. Kiszeket már nem láttunk. Annyi volt, amit ott hátul láttunk, meg előről, amit mutattam az előző videóban. Ott is IC-kocsik. Ott is IC-kocsik. És akkor mutatnám, hogy hol vagyunk. Ez az a járda, amit az előző videóban mutattam nektek. Nem tudom, hogy lesznek felrakva pontosan. Dunakeszi gyártelepes videóban mutattam, hogy van egy járda a vasút és a járműjavító között. És fordulnék nektek. Ezen a földúton jöttünk ide be. Itt van valami kutyaiskola, és ezen a kis placon, ami itt van, itt látható, ezen kellett megfordulnom, hogy ki tudjak menni. Hát, nem tudom, most mutassak nektek ebből valamit, hogy milyen úton autókon jöttem, vagy sem. Szerintem nem érdekes annyira. Lezárnám ezt a videót, tehát ez most egy ilyen kurta videó lenne. Elbúcsúzunk tőletek Gabival. Szavaztok, jók lehetek, remélem tetszett ez a kis videó. Aztán tudjátok, extra tartalmakért pedig klikkeljetek a Erla Fanatic YouTube helyet, Facebook csatornára. Nem kerül semmibe, csak egy like-ba. Jók lehetek.